Nagyjából jó lesz. Hát ebben beszélgetés lesz. Az együttes annak idején The Alternate Fun Project néven alakult meg. Főleg vásárhelyiek voltak benne, és ott működött ez az együttes. 2011, azt hiszem novemberében szálltam az együttesbe. Akkor megváltoztattuk a nevünket Fun Corporation-re. Egyrészt azért is, mert utal a stílusra, hogy főleg funk a zene, amit mi játszunk, és hogy ezt mi nagyon élvezzük, ez a fun benne. Például számot írni az vagány, szerintem. Hogyha valaki elkezd valamit játszani, akkor mindenki valamit kitalál. Egy bizonyos szinten eldöntünk, hogy most oké, csináljuk meg ezt a dal, csak akkor 3 hónapba telik, ameddig mindenki megtanulja. De hogyha van valami olyan dolog, hogy tényleg tetszik, akkor ami jön, azt úgy mindenki szívvel lélekkel csinálja. Édes! És lőn világosan! Ez úgy működik, hogy valakinek van egy ötlete, és akkor azt bemutatja, és akkor azt kidolgozzuk. Tényleg nagyon spontán az egész, és a legjobb számok általában így születnek. Vicces dolgok nem mindig történtek. Én szomorúak vagyunk. Úgy így folynak a próbák, nem szoktunk sokat elérni, csak mindent. Jaj, az vicces, amikor koncerten kimentem a WC-ig. És Józsa bejelentette, hogy elnézést kérünk, az énekesnőnk a WC-ig ment, mindjárt jön. Nem, azt mondta, hogy pisilni még. Pisilni még. Jó, még egyszer volt egy koncert, és nem azt a számot kezdtem volna, amit kellett volna, és Gábor megdobott egy dobütővel, így pusz, és Lóri pedig egy... És utána Lóri a hegedű vonóval, így nem. Ez ja. Tökéletesen időzítve volt, hogy egyszerre érjen oda a dobütő és a vonó. És akkor szoktam dobolni, ütök. Bizonyos dolgokat személyesen meg kell hozzon mindenki annak érdekében, hogy az együttes tovább tudjon fejlődni. Bizonyos áldozatokat, igen. De van egy jövő szeptemberi koncertdátumunk, úgyhogy... Komolyan. Igen, úgyhogy elég messze. Tervezünk a jövőbe is koncertezni. Nem tudom, mi szeretnénk, ha működne ez. Most nem tudom, hogy hova tudunk eljutni, vagy mit tudunk összekapálni ezzel az együttessel, mert lehet, hogy nem mindenkinek, de szerintem a nagy részünknek mindig is vágya volt az, hogy zenélhessen, és ebből meg is élhessen.